Elrajtolt 2018 legnagyobb sportrendezvénye a foci VB, aminek apropóján a következő bő egy hónapban mindenki Oroszországra figyel. Itthon is foci lázban ég mindenki, pedig magyar válogatott utoljára 86-ban játszhatott a világbajnokságon. A VB-nek egyébként a korábban becsültnél jóval több bevétele lehet, a szponzorok harmada ugyanis kínai cég. Erről beszélgetünk Dóczi Tamással és Pető Péterrel. Ez is egy új jelenség, de azért beszélünk alapvetően a futballról, meg a körülötte lévő őrületről. Én azt mondtam, hogy van 3 milliárd ember, aki a mai nappal egy kicsit megbolondul az örömtől, és van 3 milliárd ember, aki a mai nappal bolondnak nézi azokat, akik örülnek, mert nem érti ezt az egészet, hogy itt most mi történik. Elkezdődött ma a futballvévő, megvan az első eredmény, Oroszország-Szaúd-Arábia 5-0, ez az oroszoknak nagy öröm, egyébként a világot meg nem rázza meg. De mitől rázza meg maga a VB? Mi történik ilyenkor a világgal? Elsősorban ez szerintem a nemzeti büszkeségről szól, és arról, hogy ezt hát egyfelől a média, másfelől azért a különböző országokban különböző mértékben a politika is, hogy mondjam, hozza nekünk mindazok az emlékek, amiket átélünk éppenséggel. Most kívülről nézzük, 2 éve azért mi is belülről néztük. Ezt akartam mondani, hogy Tamás, hát nekünk nem a nemzeti érzésekről szól ez, meg 86-ot hát egy VB nem tud a nemzeti érzésekről szólni, mert nem vagyunk ott. Nem, hát ez elsősorban, tehát kívülállók számára ez elsősorban szórakoztatóipar, és abból is a legeslegnagyobb média esemény a világon. Azért ez most már szerintem egy ideje. A nemzeti érzések megnyilvánulása az ebben az összefüggésben nagyon is súlyosan közösségi. Egyébként is általában az, ez egy közösségi élmény. Tehát mi argentinok, mi mexikóiak, mi kosztarikaiak ugye 4 évvel ezelőtt. Tehát mi úgy érezzük, hogy most megmutatjuk a világnak. De mit? De mindegy, hogy mit. Ugye, mert hogy nagyon kevés olyan terem maradta ezekben a kortárs társadalmakban a közösségnek, hogy valamilyen módon kifejezze együvé tartozását, tehát, hogy azonos cél mellett különösképpen megosztottság nélkül tudjon valamiképpen azonosulni a saját nemzetével, identitásával, illetve a többiekkel. Tehát mondjuk egy MSZP kongresszus idején kevéssé képzelhető el, hogy ilyen nemzeti egység kialakul, vagy egy választás alkalmában. A sport az egy ideális terep ilyen szempontból a nemzeti válogatottaknak a meccsei, hiszen akkor ebben az értelemben nincsen olyan megosztottság, ami felülbírálhatná ezt a pozitív érzelmet. Arról nem szól, hogy társadalomtudós mellett talán fölösleges is nekem mondanom, de azért számos tanulmány születik arról, amely megmagyarázza ezt a jelenséget, hogy a háborúk helyét hogyan veszik át az ilyen típusú sportrendezvények, tehát a nemzeti erő és kifejezésének milyen terepei vannak. Tehát Romániát már nem ágyúval fogjuk legyőzni, de hát a magyar népléleknek mindig különleges lesz egy Románia elleni győzelem. Tehát ezek ugye mind-mind benne vannak az ilyen típusú versenyeknek az érzelmi hátterében. Amellett, hogy persze média esemény, és amellett, hogy leginkább azzá válik lassacskán. Ugye volt pár évvel ezelőtt egy olyan gondolkodás, mondta, hogy lehet, hogy ezek a nemzeti válogatottak, a nemzeti válogatott mérkőzések, ezek teljesen időszerűtlenné válnak, mert egy Real Madrid, Barcelona, egy Manchester United, Paris Saint-Germain átveszi ennek a helyét, de nem veszi át. Egy világbajnokság az mindig más. Éppen ezt nem veszi át, ugye, amiről itt beszélünk. Tehát ezt a fajta ilyen nagyon mélyen gyökerező közösségi érzést, ez az, amit nem tud átvenni. Ami nagyon érdekes szerintem, hogy ma már ugye azért elég nehéz kijutni, tehát tulajdonképpen már a kijutástól kezdődően azok a válogatottak, akik részt vesznek, jó, most nem a brazilokról beszélek, de akik egyáltalán ott vannak, azok egy olyan fajta karneváli hangulatba kerülnek, amit egyébként megint ugye Magyarországon is láthattunk, bocsánat, 2 éve. Tehát ez most már nem is csak a kijutáson túl, már nem csak az eredményességen múlik. Mi az, amitől az, akit csak távolról érint, mert hogy nincs ott, és évtizedek óta nincs ott az ő csapata, a világbajnoksága, mégis lázba tud tartani. Tehát nekem egy csomó ismerősöm teleposztoltam a Facebookot azzal, hogy végre kezdődik, mint hogyha ő vagy a családtagjai, vagy a rokonsága futna ott kialuzni stadionban egy mérkőzésre. Ugye a játékozoló ragaszkodásának is nyilván van egy érzelmi vonulata, tehát hogy meg az egész hangulata, és ha egy egész világ foglalkozik azzal, akkor nagyon nehézen vonódik ki az ember belőle. Arról nem szól, hogy azért az nem véletlen, hogy mondjuk az ilyenkor megnézzük a reklámipar teljesítményt, akkor azt látjuk, hogy a sportolók egyre nagyobb szerepet játszanak ezekben a reklámokban is, tehát hogy mindenhol egyre több sportoló a futballistával találkozunk. Ugye ez azt látjuk, hogy a futball szerepe a globális szórakoztatóiparban, ideértve a popipart, a filmet, tehát a mozit, egyre nagyobb szeletet hasít ki, és egy irgalmatlan ütemben növekvő biznisz. Tehát ebben az értelemben ez a fogyasztói nyomás, ami van az embereken, ez nem is enged szabadulni azért jó részt a fogságból. Tehát
ilyen értelemben szerintem némileg adott is, hogy ez ilyenkor egy hónapra elborít mindent. Az, hogy valaki azt mondja, engem ez az egész nem érdekel, azt se tudom mi van, nem is bele se nézek, semmi közöm nincsen hozzá, az valamiféle elitizmus, vagy egyszerűen nem érintette meg a futball, mint olyan? Nem feltétlenül, lehet ez elitizmus, de nem feltétlenül az, lehet, hogy éppen valamiféle rezisztencia, valamiféle ellenállás csak azért a popkultúrával, a mainstreammel, vagy valamivel szemben, tehát csak azért se. Ténykérdés, hogy ebből látunk kevesebbet, tehát hogy én is azt mondom, hogy körülbelül fele-fele az arány, de ezt is nyilván egyébként sokkal hangosabb a VB lázban égő, nem többség, mint az, akit ez a dolog az annyira nem fog meg. De ugye még közülük is mindig vannak átállók. Tehát akit valahogy elkap a dolog. Egyszerűen azért, mert van egy társasági esemény körülötte, ki lehet menni. Lehet, hogy először háttal ül, aztán lehet, hogy kicsit megfordul, aztán lesz egy csapata, aztán szóval, hogy nagyon, tehát úgy van kitalálva, tulajdonképpen az egész sport egy kicsit ilyen, én azt szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy a legjobb sorozat gyakorlatilag, mert hogy mindig van új évad. És mindig előről, voltak éppen egyszer, minden meccs előről, tehát minden rész igen, előről kezdődik. Egyszer belekerül az ember, onnantól kezdve gyakorlatilag már sokkal nehezebb kikerülni belőle. Nyilván, ha csalódottságot érez valami miatt, kiábrándul botrányok miatt, azért nyilván itt a FIFA környékén vannak ügyek, akkor persze eltávolodik. De ez egyébként a játékot magát nem távolítja el tőlem. Tehát a FIFA az olyan, amilyen, utálom, mert korruptak, az UEFA olyan, amilyen utálom, mert mit tudom én, irányítottan sorsolnak, de ettől még nekem a kedvenc futballistám lehet a Messi. Igen, hát itt ugye Messi és Cristiano Ronaldo legitimálja örökké ezeket a korrupt embereket, tehát a FIFA valószínűleg a világ legkorruptabb szervezeteinek egyike. Ennek ellenére bármit csinál Josep Blatter, most egyébként Putyin díszvendégeként lesz jelen, egy olyan ember, akit eltiltottak minden nemű futballal kapcsolatos tevékenységtől, díszvendégeként lesz jelen a világbajnokság döntőn valószínűleg, Putyin díszvendégeként, hogy teljes legyen a kép azért, hogyha a mögé értéktartamot is látunk, akkor látjuk, hogy azért itt bármi történt a színfalak mögött, amíg Messi cselez a pályán és Cristiano Ronaldo van és Iniesta van, addig nem számít ez a rajongóknak, tehát egyszerűen mindent legitimál ez a környezet, és az igazság, hogy már elutazni, hogy visszacsatoljak ide, már elutazni sem tudunk, vagy egyre nehezebben tudunk előle, vagy aki el akar utazni, mert ugye a FIFA nagyon tudatosan teszi globálisra ezt a projektet, tehát ugye a következő világbajnokságot Katarban rendezik, most ugye Oroszország kapta, a következő Katar vásárolta meg, illetve nyerte meg a rendezési jogát. És 2026-ban pedig ugye bemennek újra arra a piacra, amely valószínűleg a legnagyobb és a legnehezebben kezelhető a FIFA számára, ugye Észak-Amerikába fogunk menni. Miközben bővítették a résztvevő csapatok számát is, hogy minél több nemzet, minél erősebben élje át azt az egy hónapot, tehát ugye akkor már 80 meccs lesz a mostani 64 helyett, ami még 16 meccsnapot jelent, még 16 stadiont jelent, 16 várost jelent, X-el több csapatot jelent, tehát hogy a FIFA azért nagyon tudatosan és nagyon, nagyon keményen globalizálja ezt az ipart, egyre nehezebb elfordulni is tőle, tehát aki most már tényleg az Antarktisz felé kell menni, aki nagyon nem szeretne futballmeccseket nézni ilyenkor. Szól ez még a sportról magáról, vagy leginkább arról szól, hogy egy iparág pénzt termel? Hát ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy nyilván a messziek számára ez a sportról, vagy a sportról is szól. Mégiscsak 4 évente van világbajnokság, tehát legalább ennyiből nem inflálódott a történet, hogy azért ezt megtartják. Tehát nyilván a sportolók számára ez a sportról szól, a szurkoló elhiheti, és akkor számára is. Hát nyilván azért itt pontosan az ilyen döntések mögött, hogy kirendezi, ezek azért nagyon tudatos dolgok, és elmögött bizony egészen másfajta motivációk vannak, amik már igen hideg számításokon alapulnak. Az összeesküvés elméletek, a kikivel van egy csoportban, kinek melyik meccsét, melyik játékvezető vezeti, hogy fújja azt a meccset, ezek reálisak? Hát ugye én elfogultsági okokból azt mondom, hogy minden játékvezető nyilván a szabályok tiszteletben tartása vezeti a meccseket, ugyanakkor az UEFA, illetve a FIFA vezetői nyilván csalnak a csoportok összeállításán, hogy így osztam meg a felelősséget. Nem, ugye nyilvánvalóan tudjuk azóta, hogy már van is, aki ugye több vezető is nyilatkozott arról, hogy hogyan tették szabaddá az utat bizonyos világversenyeken a házigazdák számára. Hát ugye a 2002-ben Dél-Korea menetelését látta, az nehezen tud elvonatkoztatni attól, hogy nem feltétlenül a pályán mutatott teljesítmény miatt került négy közé ez az ázsiai ország. Nem, az oroszokat ezzel legalább nem lehet vádolni. Hát nem, de olyan gyenge csapatot is régen láttunk világbajnokságon, mint Szaúd-Arábia, tehát ez is hozzátartozik. Tehát ebben az értelemben nyilván a konteoknak mindig lesz helye ebben a körben, hiszen sportról van szó, meg futballról van szó, de én nem gondolom azért, hogy a világbajnoki címet összeesküvéselmétek fogják eldönteni. Na, jó, hogy mondod. Két nevet kérek. Világbajnok? Brazília. Franciaország. Brazil-Francia döntő?
Az a kiegyező. Nem, mert ugye akkor mind a kettő nyerne, tehát csak az egyik. Attól nem nyer mind a kettő. Attól, mert döntő, nem nyer mind a kettő. Na, tessék, kis tapasztalat arról, hogy nem tudja a játékvezető sem, mert Péter egyébként játékvezető, hogy hogy van ez a lebonyolítás. Köszönöm szépen nektek. Köszönjük. Persze tudod.